Halló, Dávid! Jó napot kívánok! Én a Mészáros Dávid vagyok, én azt szeretném kérdezni ön, hogy mit gondol Varga Judit volt férjének partizános interjújáról, amit már közel 1,7 millióan néztek meg, amiben bűncselekménnyel vádolja Rogán Antalt, azt mondja, Orbán Viktornak tudnia kellett a bicskei igazgató helyettes kegyelmi ügyéről, és bevallja, hogy a miniszterelnökség zsarolta őt, amikor el akart válni Varga Judittól. Mit gondol ön erről? Azt gondolom, nem tartja. Azt gondolom, amit Nagy Feru. Imádom a seggét, imádom! A Hír TV nem tartja fontosnak, hogy ezekről az ügyekről... Azt gondolom róla, amit Nagy Feru. Én Fidesz csicska vagyok, az! Nem gondolja egyébként, és nem szégyellik magukat, hogy pedofil simogatóknak falaznak ezekben az ügyekben? Ezért nem szégyelljük magunkat, mert ilyet nem teszünk. Hatalmas pedofil botrány robbant ki, újabb botrány robbant ki a Sándor palotából. Novák Katalin kegyelemben ért unnak találta, a pedofil vezetőjének szexuális zaklatási ügyét segített volna eltusolni, egy áldozat valomását megmásítani. Kérdezem önt, hogy önnek is Rogán Antal, vagy kabinetfőnöke adja ki az utasítást arra, hogy miről kell beszélni, és megtiltja azokat a témákat, amik az egész magyar nyilvánosságot érdekelni? Jó, akkor most a fake news terjesztésben önt megakadályozom, jó? Uram, az a helyzet, hogy belém folyt... Letette.